Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves első áldozó gyermekek, kedves szülők, családtagok, kedves plébánia közösség, nagy örömünnep ez a nap, hiszen egy találkozásra készülünk. Jézusom, jöjj! Hangzott el a kezdő énekünkben is. Várjuk már nagyon ezt a találkozást, hiszen Jézust ismerjük már, tanultunk róla, megismertétek Jézusnak a tanítását, a csodáit, a parancsait, de most ez a nap, ez különleges, mert a barátaivá fogad bennünket, a szívünkbe akar költözni. Az első áldozó gyermekekért ajánljuk föl ezt a szent misét. Azért, hogy méltó módon tudjunk ünnepelni, most a szent mise elején vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, kérünk engedd, hogy akik hittel valljuk, hogy egyszülötted, ami megváltunk, a mai napon fölment a mennybe. Lelkünkkel mi magunk is mennyben lakjunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy,
hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és azt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves első áldozó gyerekek, kedves testvérek, ünnepnap van ma, az első áldozásnak az ünnepe, de igazából van egy másik ünnep is, ami akkor is lenne, hogyha nem most lenne az első áldozás, hiszen eltelt húsvét ünnepe óta, most már több mint 40 nap, és ezért ezen a napon ünnepli az egyház Krisztusnak a mennybe menetelét. Hallottuk is az evangéliumból is a történetet, meg a Szentleckéből is. Jézus odahívta a barátait, az apostolokat az olajfáknak a hegyére. Oda mentek az apostolok, megjelent a szemük láttára Jézus, és aztán az égbe emelkedett. A tanítványok azok kicsit szomorúak is voltak, hogy eltűnt a szemük elől Jézus, de az Úr Jézus azt mondta előtte, hogy én veletek fogok maradni a világ végéig. Most egy kicsit szomorkodtok, mert eltűntem a szemetek elől, de igazából örülnötök kellene, mert ahova én mentem, a mennyországba, oda ti is eljuthattok, megnyitottam nektek is a mennyországnak a kapuját. Hogyan nyitotta meg Jézus a mennyországnak a kapuját? Egyáltalán hol is van a mennyország? Ugye sokan azt gondolják, hogy valahol ott a felhők felett van az ég, a mennybolt. Régen úgy gondolták sokan, hogy a Jóisten ott a felhők fölötti térségekben lakik. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, mert utána a világúr következik, és volt is egy szovjet űrhajós, aki azt mondta, hogy hát én jártam fönn az űrben, én vagyok az első űrhajós Gagarin, de hát a Jóistent nem láttam sehol. Akkor biztos nem is létezik a Jóisten. De hát a Jóisten nem látható, ő nem egy helyen van, hanem a Jóisten lélek, szellem. És ezért akar és tud a mi szívünkben is lakni. A Jóisten ott van, ahol szeretet van, mindenütt jelen tud lenni, de különösen szeretne a mi szívünkben lakást venni. Erről is beszélt Jézus az elmenetele előtt, hogy nem hagylak árván benneteket, eljövök hozzátok, aki szeret engem, azt az Atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk és benne fogunk lakni, a szívébe fogunk annak költözni,
És mikor valósul ez meg, hogy Jézus a szívünkbe költözik? Hát éppen az áldozással. Mielőtt Jézus a mennybe ment volna, megülte tanítványaival az utolsó vacsorának az ünnepét, a húsvéti ünnepet, és akkor alapította meg a szentmisét, azt mondta, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik. És még azt is mondta az Úr Jézus, hogy ezentől nem foglak titeket szolgáknak nevezni, hát előtte se nagyon nevezte őket szolgáknak, hanem azt mondta, hogy ezentől a barátaimnak fognak mondani. Az ember mindent tudtul ad a barátjának, megbízik benne, és hát gondolom, hogy nektek mindannyiotoknak is megvannak a barátaitok. Talán nem nagyon sokan, egy vagy két vagy három ember van, akivel szorosabb barátság alakul ki. Milyen jó az, hogyha van egy barátnőnk vagy barátunk, akivel megértjük egymást, akiben megbízhatunk. Én is emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, és például mentünk osztály kirándulásra, akkor mindig izgalmas volt az, hogy ki kivel fog egy szobában, vagy egy sátorban lakni. Mindig ment a diskurzus egymás között, hogy kinek lesz a szobatársa. Mert hát szeretnénk olyan valakivel egy helyen lakni, egy helyen tölteni, akár csak néhány napot egy osztálykiránduláson, vagy pedig hát hosszabb időt is, akit szeretünk, aki közel áll hozzánk, akivel szívesen idézünk együtt. És hát ki a legjobb barát? Jézus különleges barát, mert hát mi a barátságnak a jellegzetessége, hogy például a barát az nem árul el bennünket. Jézus sohasem árulta el a barátait, hanem mit csinált? Az életét is föláldozta értük. Olyan csodálatos dolog az, meg hát megrendítő, amikor valaki bajba kerül, például itt a Dunán is szoktak lenni balesetek, hogy valaki nem méri föl a képességeit, és túlságosan veszélyes helyre megy, és aztán milyen nagy dolog az, amikor van valaki nagyobb, felnőtt vagy gyerek, aki kihúzza a Dunából a barátját. De hát sajnos olyan is elő fordul néha, hogy aki megmenti, az a barátját megmenti, de ő maga esetleg bajba kerül, és a saját életét nem tudja megmenteni, hanem föláldozza a másikért. Jézus is ezt tette értünk, amikor meghalt értünk a kereszten, akkor a bűnöknek, a rosszaságnak a sodrásából, árjából kimentette az életünket. És ezért is vagyunk annyira hálásak az Úr Jézusnak. Ezért beszélt ő nem csak a életről, a szeretettől, hanem arról, hogy föláldoztatik az én érettem. Ezért van az, hogy a szentmisében nem csak a kenyérrel ünneplünk, hanem a borral is, mert ez Jézusnak a vérévé változik. Arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus a saját vérét is áldozta értünk, hogy bennünket megmentsen. Kedves gyerekek, amikor az utolsó vacsora volt, akkor Jézus 12 tanítványt vett maga mellé, ők voltak akkor első áldozók, de most pedig ti vagytok azok, akiket Jézus maga mellé vesz, akiket beavat a titkaiba, akit barátjaiként választ ki az Úr Jézus. Most az utolsó vacsorának a terme, a visegrádi templom, itt hív meg benneteket erre a barátságra,
erre a szeretetre, kapcsolatra titeket az Úr Jézus. Amikor eljön majd a szent áldozásnak a pillanata, akkor az énekeinkkel is köszöntjük ezt a nagy Urat, aki a maga az Isten, aki eljön hozzánk, aki a mennyei Atyának a szeretetét lehozza nekünk, de ugyanakkor ember is, valóságos ember is Jézus, olyan, mint mi, megért bennünket. És ezért ne csak a ének szóval köszöntsétek az Úr Jézust, hanem a saját szavaitokkal is intézzétek hozzá kedves szavakat. Például mondhatjátok azt az Úr Jézusnak, hogy úgy vártam már ezt a napot, amikor találkozhatok veled. Szeretnék a te hűséges barátod lenni. Szeretném, hogyha soha nem árulnálak el téged, hanem mindig megtartanám a tanításodat. Segíts, hogy jó tanítványod legyek. És add, hogy azt a szeretetet, amit kaptam tőled, azt megmutassam másoknak is, akik még nem ismernek téged. Meg, hogy a családomban, a barátaim között is meg tudjam mutatni azt, hogy milyen jó a te tanítványodnak lenni. Hát ezzel a szeretettel, ezzel a kedvességgel fogadjuk az Úr Jézust. Ő már nagyon várja, hogy találkozhasson velünk, készüljünk föl, készítsük fel a szívünket erre az ünnepi pillanatra. Amen. Kedves testvérek, a mai szentmisén a gyerekek megújítják a keresztségi fogadásokat, minisztránsok elviszik a gyertyát, kiosztják azokat a gyertyákat, amelyeket a keresztségnél is használtunk, illetve hát azokat a gyertyákat jelképezik ezek a gyertyák. Álljatok most föl, kedves első áldozók, mindannyian fölállhatunk. Kedves gyerekek, a keresztségetek óta az egyháznak a közösségébe tartoztok. Akkor, amikor még picinyek voltak, a szüleitek tettek ígéretet helyettetek Istennek. De most már fölnövekedtetek, és saját magatok is ki tudjátok mondani az igeneteket, meg tudjátok újítani a keresztségi fogadalmat. Égő gyertyával a kezetekben fejezzétek ki azt, hogy Istennek, a mennyei Atyának a gyermekeiként akartok élni. Ezért kérdezlek most benneteket. Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek a szabadságában élhessetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kénhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és az Atyának jobbján ül? Hisztek a Szent Lélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek a föltámadásában és az örök életben? Segítsen benneteket az Isten mindezeknek a megtartására,
adja nektek szeretetét és erejét, hogy ígéretetekhez hűségesek maradjatok, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most óvatosan fújjátok el a gyertyát, tedd mögéje a kezedet, és akkor a gyertyát betehetitek magatok alá, a pad alá, hogy biztonságban legyen. Aztán majd ne felejtsétek itt, vigyétek haza emlékül. Kedves testvérek, most a híveknek a könyörgése fog következni. Gyertek, sorakozzatok föl, akik vállaltatok könyörgést, itt vannak a kérések. Sorakozzatok föl. Imádkozzunk most, kedves testvéreim, az első áldozó gyermekekkel együtt, és Jézus nevében terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Úr Jézus, köszönjük, hogy ma első áldozók lehetünk, köszönjük, hogy szent testvéred adott nekünk eredetet. Segítsünk, hogy megészítettük el, hűséges kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ne engedjünk, hogy elfelejtkezzünk a most, de hogy keressek forrásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy mindig húzban jöjjünk a szentmiséget, és örömmel találkozunk veled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts nekünk felejtsd a pákat, és a kéket és papírokat, hogy minél több ember közösenek el, kérünk téged, hallgass meg minket. Áldjuk, hogy a szülők is mind jobb tanítványai legyen Krisztusnak, és így jó példát tudjuk adni gyermekeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts dolgokat, hitoktatókat és keresztülőket, hogy szeretettel, jó szóval és életünk példájában is segítsék a rájuk néző gyermekeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy első áldozóink és velük együtt mi is bőven részesüljünk a szentmise kegyelmeiben, valamint őszinte odaadással és tiszta lélekkel vegyük magunkhoz az oltári szentséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Mi első áldozók, menjetek a helyetekre. És közben ugye kezdődni fog a szentmisének a második része, a ministránsok oda készítik a kis asztalt, ott vannak rajta az adományaink, a kenyér és a bor. Elő vannak készítve azok a termények, amelyekből számunkra az Úr Jézus megteríti az ő asztalát. A felajánlás alatt a első áldozók hozzák előre az adományokat, és a minisztránsok fogják az oltárhoz kísérni. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be néked, Fiad mennybe menetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által. Ő föltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isten életét megossza velünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnusszal zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkerettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme
hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk néked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, keresztelő Szent Jánossal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a virágon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a virágból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a virágot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a virág bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem. Az első áldozók rögtön a ministrások után fognak majd kijönni a szent áldozáshoz, először a jobb oldali padsorból, utána a bal oldalról. Thank you.
Most egy rövid csendet tartunk, szóljatok néhány kedves szót az Úr Jézushoz, köszöntsétek őt a szívetekben a saját szavaitokkal. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgossággal törekedjünk a mennybe, ahova már fölvetted emberi természetünket, Krisztus, a mi Urunk által. Plébánián hirdetései Urunk mennybe menetelének ünnepén. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik az első áldozás előkészítő munkáiban, az énektanításban, a zenei szolgálatban és a templom díszítésében részt vettek. Az első áldozó gyermekek közül többen bekapcsolódtak a minisztrálásba. Számukra és minden leendő minisztráns számára Úrnapja ünnepéig minisztráns próbákat tartunk kedd délutánonként, 4:45-ig, ugyanabban az időben, amikor az első áldozói oktatás is volt. Májusban a szűzanya tiszteletére a Szentmiség keretében imádkozzuk el a Lorettói litániát. Vegyünk részt minél többen. Barabás Gábor elvégezte a második kaszálást a temetőben. Köszönjük munkáját! Burgermeister Editnek pedig köszönjük a templomi oltárokra szánt ünnepi abroszokat. Heti ünnepeink. Kedden Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, szerdán Szűz Mária, keresztények segítsége emléknapja, jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz. Előre jelezzük, hogy Pünkösd hétfőn a Szent Mise délelőtt 9 órakor a Szent Sebestyén kápolnánál, esős idő esetén a templomban lesz. Ez egyben a milánumi búcsú is. Pünköst hétfőn, május 29-én Mária Remetén ismét megrendezésre kerül a karizmák ünnepe. Az egyházmegye nagy közös ünnepén a pápa látogatás gyümölcseit ismerhetjük meg. A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje 2 hét múlva Szent Háromság vasárnapján zárul. Aki eddig elmulasztotta a gyónást, áldozást, ne feledkezzék meg róla. Úrnapja ünnepére június 11-én lesz, idén is elkészül a virágszőnyeg. Elkészítéséhez számítunk a kedves hívek nagylelkű adományaira, valamint tevőleges segítségére is. Pénzadományt a nagypersejbe lehet bedobni, vagy személyesen Sandliné Tubinak odaadni. A moha szőnyeg kiterítésénél, az alapanyagok, dobozok rakodásánál, a virágok fejelésénél is szükség lesz segítő kezekre mindkét nemből és minden korosztályból. Különösen a rakodási munkákhoz várjuk férfiak, fiatalok jelentkezését. A segítségnyújtás formáiról részletes tájékoztatás a kihelyezett plakáton olvasható. A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola egyházmegyei szervezésben kántorképző tanfolyamot indít. Részletes információ a kihelyezett plakáton. Beer Miklós püspök atya idén júniusban ünnepli 80. születésnapját.
ez alkalomból született meg Egybe szerettél minket című kötete. Az új könyv bemutatója, találkozása is dedikál egy lehetőséggel, a következő alkalmakon lesz. Május 28-án vasárnap délután 16:30-tól a Nagymarosi Plébánia kertben, valamint június 4-én vasárnap délután 15:00-kor a Pilismaróti Plébánia templomban. A szentmisék rendje. Ma este 18:00-kor egy család élő és elhunyt tagjaért, továbbá elhunyt Karaba Ilonáért. Kedden este 18:00-kor betegek gyógyulásáért. Jövő vasárnap délelőtt 11:00-kor elhunyt Szatmári Lászlóné pap Kláráért és férje Lászlóért lesz a szent mise. És hát a mami sem maradhat el. Ez nehéz feladat lesz, mert 3 lapból 3-at kell kihúzni. Úgyhogy szerintem ezt megoldom, ezt a rejtvényt segítség nélkül. Na nézzük. Első pályázónk színezést készített, ifjú játékos, még ovis, és a beküldő neve Szabó Miki, majd a tesó. Tesó képviseli, gratulálok. Következő játékos megoldotta a rejtvényt, mi a Szentléleknek a jelzője, milyen a Szentlélek, és a megoldás vigasztaló Szentlélek, és a beküldő pedig az első áldozók közül kerül ki, Ruda Helka. És nézzük, még van itt megfejtés. Szintén a fiatalabb korosztályból Celler Berta. Van-e itt valaki a családból? Akkor majd este meg fogja kapni, vagy amikor jön. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. És a szép ünnepre külön ünnepélyes áldás van. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, akinek egyszülött fia a mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda, ahova ő már eljutott. Amen. Adja meg nektek, hogy amint a föltámadt Krisztus látható módon megjelent tanítványainak, jelenjék meg nektek is az ítélet napján örök életet adó irgalmával. Amen. És ti, akik hittel valljátok, hogy Jézus az Atya dicsőséges jobbján ül, boldogan tapasztalhassátok, hogy ígérete szerint veletek marad a világ végéig. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen.